Én is bekapcsolódom. Nem mondja. A templom torony. A tiszta csísugár torony, jaj, de messzire ellátszik. Közepében a négy sarkában négy száraz marin lerajlik. Egyik hajlik a vállomra, másik a babáméra. Lehajtom a bús fejem a rózsám ölelő karjára. Egyik hajlik a vállomra, másik a babáméra. Lehajtom a bús fejem a rózsám ölelő karjára. Mi ennek a neve, ennek a munkának? Ennek gyékényhántás. Egyet én is megfognék, csak azért, hogy közben magyarázzon nekem. Igen, kézbe veszem, és mit csinálok? Igen, a legkülsőjét leszedi, vagy két szállat. Igen, egy. Osztályozzon. Kettő, megvan a két külső. Na, ezt hova teszem? Akkor vesz, ott ide tesszük. Oda. Ide. Utána következik. Kettő. Egy. Kettő. Igen. Ezt hova tesszük? Ezt ide a fülöző. Ez a fülöző. Ez a fülöző. És a utána fülöző. Jön. Utána jön, amiből csinálják a szotyrot. Igen. Az ide? Igen. És ez az egy? Nincsen neki még egy. De jó látja. Jó szeme van. Azt is ide teszem, igen, ez a szatyornak való, és ez? Ez a bél, evel kössük. Ezt tesszük igen, ide. Igen, mind amikor várnak a cér, ez az igen. A cérna, evel ez kössük. Ide a legvégére. Igen, igen. Jó, akkor még adjon nekem kettőt. Most már kicsit jobban értem. Igen. Tanulja meg. Tanulom meg. Igen, és ez most melyik fajta gyékény? Ez a kerek. Ez a kerek. Ez a kerek. És a másiknak a neve? Az a lapos. Igen, nézze, ennyit levettem, ezt melyik igen. Csoportba rakjam? Ezt ebbe a sorba. Ja, itt nézze, volt egy ilyen, mi szól ehhez? Ez a sejem. Az a sejem. Leszoktuk venni is. Az már nem jó. Eldobjuk. Eldobjuk. Ebből dolgoznak, vagy az egy évvel ezelőtti, két évvel ezelőttiből? Hát most még a tavalyiból. Ugye? A tavalyiból. Most még a tavalyiból dolgozunk. Ez még meg kell igazodjék. Megszárad, de nehéz belőle dolgozni. Nincs elkészülve. Igen. A pacsiak mindig ők, hogy kivágták, zölden hozták haza. Terítik két honos, akkor már hántattuk is. Ezzel foglalkozunk, ezt tanultuk. Folytatjuk, amíg élünk, aztán a fiatalság mit csinál, ezt meglátjuk. Ebből mi lesz? Ebből egy kicsi kosárféle. Igen, úgy mondja a kosár. Kosár vagy hordó, ki hogy szólítja. Igen. Ki hogy szólítja. Most valakitől hallottuk, hogy kupujkó vagy pupujkó. Kupujka is. Kupujka? Úgy is mondják. Kupujka? A Bözsi mondta. Kupujkának mondja. Ki, ami hogy mondja, és hogy szólít. Hát. Ki, hogy szokja meg. Én hordónak mondom én. Igen. Én hordó. Hát olyan alakja van, mint egy hordónak. Én egy kicsi hordónak, igen. Aztán mit tesznek bele, az ki megveszi. Az már az ő dolga. Az már az ő dolga, minek használja fel. Akkor végül is kell magának egy ilyen, minek is hívja ezt a szerszám? Tű. Igen. Ennek a nyele miből van? Megmutatom. Ez ősszarva, ez az enyémnek. Igen. Mások fából tesztem, te amiből. Nyugodt, békés munka, csak az a baj, hogy estétől reggelig az ember megunja, de mikor megunjuk, kezdjük előlni. Faluki van öregedve, fiatalok elmentek, hát nincs mi. Lemehet a szövetkezetig, senkivel nem találkozik. Előre megyek. Menjen.
bátyám! Üdvözlöm! Erőt, egészséget magának! Jöttök! Jövünk! Így kezdem meg. Igen. Így tűröm be. Úgy látom, közben csavarja is. Igen. Csavarja és ráfordítja. Igen, hogy ne bomoljon ki. Igen. És mindig körbe-körbe. Ez egy fenék. Ebből lesz a fenék. Igen. Akár mit csinál, mindig így kezdi. Mindig. Ha kicsi, ha nagy. Ha kicsi, ha nagy. Így. Ennyi elég. Most így megfogom, veszem a kötőt, így ráteszem. Igen. Evel az ujjammal lefogom, és átfordítom. Akkor ezt megint itt a térdemen, így, és ezt megint átfordítom a kettőt. Megkeresztezi. Igen, akkor így meghúzom, és így átfordítom, és ezt megint összeteszem. Ezt megint megkeresztezem. Igen. Így. Még egyszer. Ez. Ez a kezdés. Ez a kezdés. Amit most a kezébe vesz. Ezt a tűvel. Ennek úgy mondjuk varótű. Igen. Oda beszúrom. Befűzöm. Igen. És ráhúzom. Szorosan. Ne nyíljhasson ki. Itt átszúrom megint. Igen. Az ez milyen szál, amit belehúz? Ez a varó. Az a varó. Ez a varó. És akkor ezt ide megint lefogom. Igen. Egy lépés előre. Egy lépés előre. Egészen addig, amíg nekem ez a kerek fenék meg nem születik. Ez a nagyságba meg lesz. Utána? Utána akkor kezdem ezeket a rendeket körbe. Igen. Felfelé. Felfelé. Itt szépen beszegem. Igen. Mert itt csak így jön egy-egy. Igen. És akkor minden kettő közébe még egy szegőt teszek, hogy legyen. Igen. Síma. Mindenütt? Mindenütt. És ennek a neve? Kivasalás. Kivasalás. Félnedvesen. Ahogy meg van csinálva, mert az anyagot meg kell áztatni. Ez eredetileg az én első gyerekem. Ebbe tanult meg állani és járni. Szóval a lábát erősítette. Ide, ide beállott, és akkor ide körbe így megfogózott, és itt mind ment körbe. Itt van, senkinél nincs ilyen padlás, mint magánál. Van olyan? Igen. Csak még nincs kipucolva. Hát igen, de olyan szó. Itt van, itt kevés. Ez itt, ami itt van, ez akkor ez a tavalyi vagy a tavaly előtti? Az az idéni. Igen, és csak ez a kicsi sarokban. Ennyi csak annyi maradott. És meg. Ami a másik oldalon az van. Az mind az idénnyiek. Ez dékinyek, nagyon jó minőség. Vannak dékinyek, hogy ilyenek mind a karom. Nézd, figyelje meg. Tehát ez a korondi, ez a kócsos, és az ez? Az a kaptás. Az a kaptás. Erzsike néni, mi lesz ebből? Kosár. Igen, milyen kerek, fajta? Kerekkosár? Kerekkosár. Minek? Amiben mit tesz? Tenni kenyeret. Kenyeret. Szelt kenyeret? Gyümölcset, igen. Akkor tojást. Kinek amilyen van? Uh-huh. Na most már elváltom. Igen. Úgy mondják. Elváltom? Igen. Maga kitől tanulta ezt a munkát? A szüleimtől, nagyszüleimtől. Ebbe születtünk.
Hány éves volt, amikor megtanulta? Körülbelül 10. És mi volt az első munka, amit megengedtek? Akkor kötöttük az üvegekre. Igen. Sörös üvegre, boros üvegre. Úgy hívták, hogy dugó? Igen. És azt átvették? Átvették. Valaki jött Nagy Károlyból. Igen. És által vette. Most szegem le a kosarat. Ez még itt a feneke? Igen. És utána aztán felmegy az oldalára. Felmegy az oldalára, igen, felmegyek. Igen, látom, ezzel van itt felerősítve. Igen. Ezt úgy mondják, úgy mondjuk, hogy lapocka. 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 Mivel van felerősítve, ne. Azzal van meghúzva. Meghúzva, igen. És ami benne van, annak mi a neve? Amit belül van? Kaptafa. Kaptafa. Este beáztassuk, megpuhul, és akkor reggel már kötjük. Ez még nem a vége. Még nem, ez az utolsó rend. Igen, és azután... Azután jön a leszegés. A leszegés. Hogy ez egy régi dolog? Ez egy nagyon régi, nem is tudjuk, hogy mióta kezdődött el ez a mesterség. És mi már ritkábban folytassuk, és sajnos, mert meg vagyunk öregedve. Fiatalok meg nem nagyon szeretik ezt csinálni. Ez egy falvédő lesz. Ezelőtt nagyon sokat kellett kötni a múlt időkbe, de most már nem annyira, mert azt mondják, hogy nem, hogy is mondjam, nem illik a lakáshoz. Na, a nem illik. Berendezéshez, igen. Ennek mi a neve ennek a résznek, amit most csinálsz? Most berakom a falvédőt. Berakás. Berakás. Adjon Isten jó napot! Jó napot! Üdvözlöm! Na, haza érkeztem. Igen, szerencsésem. Nagyon jó, hozok egy széket magának, jó? Jó, jó, köszönöm. Üljön szépen. Le. Ülek. Megjött a rékénye. Már neki fogtunk, már a falra való már elkezdődött. Járok Magyarországra, mert nehezen tudjuk itthon eladni a dolgainkat. Csak akkor nekem, hogy ott van a fiam is, úgy megyek sokszor így árulni. És a kendő a fejemen van mindig, így kötve, úgy kötve, kötény előttem van, mert ide a zsebembe teszem a pénzt, amit árulok. Kérdezték, hogy még divat? Én nem mondtad régi divat. És mondtam, hogy örök divat, régi, mondom én. Ebbe beleszülettünk, és szeretjük nagyon csinálni, és búsulunk, hogy elmarad, és kivész. Gyékénynek sok története van.
mert volt nehéz világ, menekült is a falu, hogy mikor visszajöttünk, nem volt senkinek ennivalója se, az ablakok betörve, nem volt hova lefekünni, kicsi gyerekek voltunk, olyan 4-5 évesek voltunk, akkor olyan szegénység volt, hogy nem volt mit tenni. Akkor csináltak az öreg asszonyok ilyen átalvetőt, ilyen szőttesből, hogy hátul is volt egy olyan jó nagy tarisnya, elől is. Másik felekre vették a gyéként a hátakra, a megkötött kosarakat, mentek falura. Akkor másnak se nem igen volt pénze, vagy nem kellett, de azt mondták, hogy adjanak akármit, mert mindent elfogadunk. Amíg megtelt az átalvető. Mindig kérdezzük, na mit csinálsz? Hát most le vagy a külve kicsit pihenni. Hát hogy pihensz? Hát gyékénnyel a kezembe. Elfáradunk a tevékenységbe, ugye, mert öregek vagyunk. Ez a pihenő. Már majd kicsit pihenek. Szóval ebbe az órába pihenő. Csináljuk. Mi lesz ebből? Ebből virág. Virág. Majd így csinálom meg a szirmakat. Így. Én emlékszek a déd nagyanyámra, hogy kérdeztem a nanó, hát, mert úgy mondjuk a déd nanó, mamáknak a nanó nálunk. Nanó, hát maga kitől tanulta, mindig kérdeztem, egy öreg, 80 éves, vagy 85 volt. Ó, lelkem, azt mondja, én nem tudom, akitől tanultam, azt mondja, mert mikor én már olyan voltam, mint te csinálták, de mikor kezdődött, azt mondja, mi se tudjuk. Ezt most ajándékba adom, ajándék. Amire eljöttek hozzánk, jaj, meglátogatták igazán ezt a kicsi elmaradott falut, aki velünk nem törődik, senki velünk. Ezt, erről, aki tudja csinálni, az meg nem éhezik. Hoztam még egy ismerőst. Hoztam egy jól dolgozó szomszédot. És akkor most már hárman lesznek. Jó napot kívánok! Ettől arra az asztalon tudom csak kötni, mert ölbe már nehéz. Két sora közepén megvan, most már a parasztal, igen. Mindjárt végére jut. Így van. De kezdem itt a túloldalon? Persze. Úgy hallottam, hogy volt itt régen egy olyan szatyor, amit ma már nem nagyon készítenek. Ez így van. Ez a parasztos. Csak a parasztosból ez a kockás. Mert abból többféle van? Négy darab van, a csíkos, a kockás, a háromrendes és a nagy parasztos. Ezek így ölbe készültek? Ezek így ölbe, egészen kézből. Tiszta kézből, azt most meg fogják látni. Ez az alja. Kettőt egyformát ilyent nem tudtak csinálni, ezelőtt se fonni, és most se, mert ez tiszta kézből van alakítva. Moldovába volt keresett ez a minta. Ezt a parasztos szatyrot, ezt Moldvában szívesen vették? Igen, Szucsáváns, azon a környéken. Ha most ezzel itt végigér, akkor a túloldalon is rak egy ennyit? Igen, ennál most elé van készítve, és akkor kezdjük a betűrést. Így ide tesszük az ujjunkat. Ez is kézzel megy? Minden. Minden kézzel megy. Most már mindjárt szatyor formája van. Igen. Na akkor veszem ezeket a szálakat, és ahány fér, annyit belehúzok, igen. Hát ezt már most addig húzom, amíg a jó fele egyenlő evel. Igen, a fa a nyirája meg kicsit hosszabb. Igen, nem baj, az valamikor ki lesz véve, vágva. Ügyes. Annyi megy bele, ahány odafér. Igen.
szállat a párjával. Egyelőre mind kettőt együtt? Igen, kettőt együtt, persze. A farán véget ért, igen. És hozzá kapcsolja az oldalához. Igen, igen, aztán ebből lesz majd, akkor így megfordítjuk, és akkor a belső... belső szálakat húzogatjuk meg, hogy legyen pontos. Meg kell erősíteni három kötővel. Ami most jön. Igen, ami annak most van jön. Neve, hogy az milyen minta, vagy milyen nem, módszer. Ez olyan, hogy ez megerősíti a farát. Igen, de ja, csak a farát? Nem, mindent körbe. Mi, aztán innen, azután innen felindul a minta, a kockás minta. Igen, de ez most három szállal megy. Ez most három szállal, a hátsó igen. Szál. Mindig a hátsó szállal előre jön. Igen. Maga felé lehúzza. Igen, ez így megy. És akkor így most kereken menjek, és azután kezdődik a minta. Jön egy kis paraszt, és akkor igen. Osszuk be a kockásnak. Akkor... maga is megjött, nagyon jó. Hogy még van? Látom, a szamárral jött. Igen. Levegyem? Ne, az volt nem, a... befér? Jó van. Terőre gondol. Jó. Nagyon jó. Jó napot kívánok! Áldás, békesség! Ami most készül? Kenyérkosár. Hát, fedél nélkül is használták. Igen. Ez a kenyértartó akkor kész. Éljen! Éljen a kenyér, aki használja. Akkor ez a résznek mi a neve most? Hát ez a kosár maga. Itt haladunk felfelé, akkor még jön egy... hullámos sor, és akkor még jön egy sor fel, itt felül, és aztán a szegély és a fül. Ez melyik, a közepe. Ez a közep, és ez milyen minta? Ez kockás. Kockás. Ez a kockás. Itt levágtuk, igen. Hogy legyen egy forma, mind igen. A szegélyével bevégeztem. Nos, akkor ez a csíkos, ide még jön a két fül. És ez akkor kész. És ez lesz a láncikot. Az a neve, hogy lánc? Lánc, igen, ez láncikot. Na megvan a második sor. Gyönyörű. Igaz, nagyon szép, gyönyörű, egyenletes. Így van. És sehol nem ráncolódik magának, aranykeze van. Hát igen. Nagyon szép. Egyforma, sima. Ilyen, ezután mi lesz majd a következő? Kicsit pihenjen azért. Mi lesz? Még lesz ide egy sorjukat. Ilyen, mint itt, ez? Igen. Tehát ez megismétlődik. Itt megismétlődik. Itt, itt nem. Itt tovább nem. Paraszt, amíg elvégződik. Igen. És itt is lesz egy kis paraszt, addig, ami aztán itt befejeződik. István, kérem szépen a kalapot, mert nagyon süt a nap. Hozom. Ez női kalap, ugye? Ez mindenféle. Ez vegyes? Igen. Jó. Na hát, köszönöm szépen. Szívesen, jó lesz? Állítsa be. Nagyon jó, nagyon jó. Én mindig teszek kalapot, mert nem szeretem, hogy süsse a nap a fejemet. Uh-huh. Ezzel mindjárt meg leszek, és akkor kezdődik a csokrozás, és akkor vége lesz ennek a jó. Falvédőnek. Akkor veszel... 4, 5, ez nem oda. Lesz igen sok, így. Áthúzod, és akkor a kötés itt jön a fonáján. Hát tudom. És akkor ezt te tevelte, a kezed pihen is, meg alapja van. Még egy csomó? Igen. Még egyet igen. Kell, na. Persze. Na, és akkor így, csináljak még egyet. Ja, egyesével. Csak ottan ezt le kell vágni. Ott a kés. Itt van. Ott van mind a két kés.
csokrozás megvan. Le is takarított? Le. Én letakarítottad, amit összeszedjük ma. Na. Igen, megnézzük. Fordítsd meg. De egy ollóval kéne azt vágni, nem? Hát, jó, így? Lehet volna kevesebbet vágni, de... Na, ez a falvédő. Nagyon szép. Tacson, aztán másfelé lehet, másként csinálják, itt így. És az ágyak mellé szoktak tenni, és a fal nem hideg többet. Mert ezelőtt voltak olyan ágyak voltak, szalmazsákkal. És akkor az ágy mellé ilyen falvédő volt téves, akkor ha neki fordult a gyerek, vagy akárki, már nem volt hideg a fal. Mondjon valamit erről a munkájáról. Mit tudjak én? Hát mi a neve? Ennek Mékas. Mékas? Igen, amelyikkel befogják a rajokat. Igen. És akinek kell, ez benne maradhat a méh is, télire. Igen, is. Meg a lép is. A lép is, minden. Igen. Itt átszúrják. Ott átszúrják. Tesznek egy keresztet. Igen. Amire a méh, a méhek felépítik a házat. Igen. A lépet. A lépet. A lépet. Igen, látom. Keresztre, kettőt, és de ebben nem teszünk olyan keresztet, mert ez csak azért van, hogy a rajokat befogja. Én úgy hallottam magától, hogy az orgonának van egy története. Igen, az orgonának van egy története, Tacs egy magyar református falu, most is az, és vegyesen laktak szászok és magyarok. Előbb a szászok voltak a gazdagabbak, és ők építettek templomot, és akkor délelőtt jártak ők, délután a magyarok. Aztán az évszámot nem tudom, annyira megerősödtek, hogy építettek a magyarok is ide esze. A szász templomban volt orgonas, a magyar templomban nem. És ez a Lajos János úgy határozta, megfogadta, hogy ő minden évben egy kas méhnek a jövedelmét félreteszi, és 30 évig tette félre, és akkor a legkisebb fiára, Jánosra hagyta, mert ő nem tudta befejezni. János hozta az orgonát Szebenből. Az összegyűlt pénzből megvette az orgonát. Igen, az összegyűlt. És akkor attól kezdve a magyaroknak is volt orgonájuk. Igen, volt orgonájuk. Először akkor szólalt meg, mikor a János legnagyobbik lánya, talán Boriskának hívták, amikor azt konfirmált. Puszta malomba, cserfa gerenda, ott sétál sírva a bagolyasszonyka. Miért sírsz, bagolyasszonykám, hogy ne sírnék én, cinegem igém, hogy ne sírnék én, cinegem igém. Mikor otthon felejtettem ringó bölcsőmet, benne felejtettem kicsi fiamat. Hogy ne sírnék én, cinegem igém, hogy ne sírnék én, cinegem igém.